Lemondott Novák Katalin a köztársasági elnöki tisztségről szombat délután. Ezt követően Varga Judit lemondott képviselői mandátumáról, és bejelentette, hogy visszavonul a közélettől. Tavaly Ferenc pápa magyarországi látogatása alkalmából elnöki kegyelemre terjesztette fel Varga Judit igazságügyminiszterként a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesének ügyét. K. Endre arra kényszerítette az intézmény igazgatója által szexuálisan zaklatott gyereket, hogy vonja vissza vallomását. Ez a múlt héten derült ki, és heves tiltakozást váltott ki országszerte. Péntek este a Sándor palotánál tüntetők már Novák Katalin lemondását követelték. A kormányfő a botrány kirobbanása után bejelentette, hogy alkotmánymódosítást indítványoz, hogy pedofil ügyekben ne lehessen elnöki kegyelmet adni. Novák Katalin lemondásakor azzal védekezett, hogy a közvélemény nem ismeri az ügy hátterét, mivel sem a kegyelmi döntést, sem annak indoklását nem hozta nyilvánosságra. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy anyaként maga is úgy gondolja, hogy a gyermekek védtelenek, a felnőtteknek kell biztonságot adniuk nekik. A távozó köztársasági elnök televíziós beszédét az állami média sugározta. Novák Katalin megszólalása előtt stúdióbeszélgetést rendeztek, amiben a lemondáshoz vezető botrányt képmutató baloldali kampánynak nevezte Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója és kutatási vezetője. A pedofil ügyben hozott kegyelmi döntéssel azonos napon a köztársasági elnök 22 másik esetben is kegyelmet adott. Rövid idő alatt ilyen sokra a rendszerváltás óta nem volt példa. A kegyelmi indítványokat az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit terjesztette az államfő elé, majd Novák Katalin elfogadta, végül Varga Judit tette érvényessé azzal, hogy ellenjegyezte azokat.